Alba Régia szimfonikus zenekar immáron második alkalommal invitálta meg a klasszikus zene barátait a Csónakázótó szigetére és környékére. A csendes nyáresti koncerten Mozart, Vivaldi és Fauré darabokkal várták a komoly zenerajongókat. Szerintem annak a hangulata mindenképpen ideillik, ráadásul mindenki ismeri, szerintem mindenki dúdolni fogja ezeket a dallamokat, különösen a Fauré egy csodálatos befejezése lesz szerintem ennek a csodálatos estének. A zenekarnak nagy kihívás Vivaldi egyik örökbecsű művét megszólaltatni, hiszen a zeneszerző a varázslatos és mégis mindenki által ismert dallamok mestere. Bondor Erika koncertmester helyettes volt az, aki ezt a darabot választotta, mert a mű lehetőséget ad arra, hogy a négy hegedűs szólista együtt varázsoljon. Vivaldi négy hegedűs versenyművét fogják ugye hallani, ezt választottuk nyitószámnak. Vivaldi tulajdonképpen mindenki kell, hogy ismerje, nem csak a nyarat, mert nagyon sok helyen egyéb, tehát például telefon várakozó hangként, vagy liftekbe lehet hallani, és gyakorlatilag ezt mindenki kellett már, hogy hallja. Egy csodás életöröm árad minden darabjából. Annyit el kell mondani Vivaldiról, hogy ő egy nagyon híres és meghatározó zeneszerzője volt a korának, ugyanis ő és a kortársai alakították ki tulajdonképpen a mai versenyműveknek ezt a háromtételes formáját. Az este második hegedűn Ácsné Lovász Leila, harmadik hegedűn Lókódi Sziklási Szilvia, negyedik hegedűn Jancsó Gergely, míg az első hegedűn maga Bondor Erika szólaltatta meg a legendás darabot.